Jelenleg ideális esetben 1 óra 15 perc alatt lehet busszal Vásárosnaményból Nyíregyházára eljutni, ha azonban átadják az új autópályát, ez 25 percre csökkenhet. A stráda építése jó ütemben zajlik, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT legfrissebb közlemény alapján 70%-ban már elkészült. Jelenleg a kivitelezők a jó időnek köszönhetően aszfaltoznak, emellett pedig vízelvezető árkok készülnek, kihelyezik a forgalomirányító eszközöket és növényeket is ültetnek. Most helyezik el az autópálya felett átívelő speciális közúti hidak tartó gerendáit is. Ezek a középső támasz nélküli hidak, ez azt jelenti, hogy 3 támasz helyett 2 támasz támasztja alá ezeket a hidakat. Ugye a középső támasznak a hiánya, vagy a kiváltása, az egy speciális technikával valósul meg, ugye egy speciális darunak kell ezeket beemelnie, ezeket több mint 40 méter hosszú elemeket, ráadásul ezeket igen magasra, 50 méter magasra fel kell tudni emelni. Ugye ezeknek a hiánya vagy kiváltása azt tudja eredményezni, hogy részben ugye biztonságosabbá válik így ezáltal az autópálya, valamint ugye a belső elválasztó sávban kaptak helyet eddig ezek a pillérek, azzal, hogy ezek most nincsenek ott, így a 3,5 méteres biztonsági sávot le lehet szűkíteni 3 méterre, így az abból kimaradó aszfalttal spórolni lehet. A közúti hidak mellett 6 darab vadátjáró is készül a 34 kilométeres szakaszon. Nyíregyháza és Őr között 2 autópálya pihenő épül, egy komplex és egy szimpláb. Az őrig tartó szakaszt a NIV ZRT tájékoztatása szerint 2013 évelején vehetik birtokukba az autósok, a Vásárosnaményig hiányzó újabb 12 kilométeres szakaszt pedig előreláthatólag 2014-ben adják át.